Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Ilyenkor nyáron, bevallom őszintén, nem könnyű összeállítani egy műsort, ilyenkor veszi elő az ember a barátait, a régi ismerőseit, de mivel ilyenek vannak, szerencsés a műsorvezető. Így aztán nem véletlen, hogy Dóczi István egykori válogatott vízilabdás ül velem szembe, akivel természetesen beszélünk a közelgő vízilabda világbajnokságról, a vizes világbajnokságról, Fukuokáról. Beszélünk majd Benedek Tiborról, aki napokban lett volna 51 esztendős. És természetesen Dóczi István fiáról, a kis Dóciról, aki szerintem 2,5 méter magas lassan, aki szintén első osztályú vízilabdás már. István Pista, nem is tudom, hogy szólítottalak 40 évvel ezelőtt, Pista. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Tudom, hogy millió a teendőd, de akkor felvezetésben elmondtam, hogy mit szeretnék hallani, de először is inkább azt, hogy nem vagy lefogyva, bár sose voltál filigrán, amikor annak idején is ismertelek. Hogy vagy? Hogy vagy a bőrödbe? Azért mondd el nekem. Köszönöm szépen a meghívást. Jól érzem magam a bőrömben, bár ugyanazokkal a problémákkal küzdök, mint bárki. Súlyomra visszatérve, sajnos így hozta az élet, volt egy nagy betegség, utána indult el a hízás, de legalább van súlya annak, amit mondok. Bár ritkán kérdezik a véleményemet, de akkor mondom, és akkor... Tehát rendben vagy, kerek, az élet megvan, ugye én tudtam, hogy volt problémád, túl vagy rajta, meg vagy, rendben. Köszönöm szépen, igen, úgy néz ki, hogy jól van. Akinek halálhírért kelt, és sokáig él. Így van, hát akkor még sörözünk együtt néhányszor. Talán a közeljövőben. Akkor kezdjük Fukuokával, jó? A világ túlsó oldalán, felkelő nap országa, közelgő olimpia, nagyon fontos világverseny. Nekem valahogy döcögős ez a férfi válogatott. Te hogy látod? Már mindenféleképpen érdekes a férfi mezőny. Én inkább azt hiszem, hogy a férfi mezőnyből induljunk ki. Tehát addig, ameddig ilyen kirakat klubok vannak Magyarországon, és a külföldi játékosok viszik a primet a klubcsapatokban, addig nagyon-nagyon nehéz szerintem egy ütőképes magyar válogatottat összeállítani. Tehát nagyon nehéz feladata van a Zsoltnak. Akkor, amikor ezekből a részben idősebb játékosokból, részben pedig szerencsére az utánpótlás nevelés azért elég erős Magyarországon. Igen. Tehát szerencsére van fiatal, akit be tud építeni. De nagyon nehéz, mert ugye a klubjaikban ezek a játékosok nem biztos, hogy mindig zászlóvivők. És ugye a válogatott szinten általában a játékosok ellenek, akik minden hétvégén, minden hétvégén, hétközben, ugye, mert játékban legyenek, hétközben van a bajnokok ligája. Igen. Ezért úgy érzem, hogy olyan játékosokra lenne szükség, akik minden nap bizonyítanak, sőt, nagyon magas szinten bizonyítanak. Na, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezt bármi más sportágra is vissza lehet vetíteni, de maradjunk a vízilabdánál, hiszen ugye annak idején az olimpiai bajnokaink is Olaszországban játszottak, itt játszottak, ott játszottak, de ahogy mondtad, meghatározó játékosai voltak a kinti nagy csapatoknak. Most hát az itthoniak, akik itthon játszanak, a fiatalabbak, talán az itthoni csapatoknak sem meghatározó játékosai. Sajnos nem mondhatjuk ezt, bár ebből egy ilyen üde színfolt volt az OSC, ugye, igen, aki tisztán magyar játékosokból állt. Viszont ugye, hát ebben az évben úgy tűnik, hogy ők is külföldről erősítenek, tehát ugyanúgy, mint a Vasas is most erősödni fog, de hát sajnos ezek az erősítések általában külföldről érkeznek, ami azt jelenti, hogy mindig egy picivel hátrébb kerülnek a magyar fiatal tehetségek, viszont nagyon segítjük a más nemzeteknek a felzárkózását hozzánk, vagy az, hogy megelőzenek bennünket. Tehát ez egy kétélű sport, igen, vagy kétélű dolog, hogy a klub szint és a válogatott. Ugyanúgy, mint kézilabdában, ugye látjuk, igen, a női férfi kézilabdában, hogy klub szinten esetleg ott vagyunk, nyerünk egy sima magyar bajnokságot nagyjából két rangadóval, és akkor azt mondjuk, hogy fú, mi vagyunk a bajnokok. De amikor elmegyünk a nemzetközi piacra, akkor könnyűnek találtatunk sajnos sok esetben. És ez idén így volt a férfi vízilabdában is. De attól még lesz világbajnokság, ugye? Pontosan tudjuk, sőt, mi több, nem is akármilyen téttel.
nem számszerű eredményt kérek, és nem megjósolni, hogy... Mert ugye a bíró Attila kapitánya, a lányoknak a kapitánya azt mondta, mi az, hogy nem kerülünk négy közé. A négy közé be kell kerülni, aztán sőt. Hova juthat a fiú, férfi csapat? Fiatal csapat, akárhogy nézzük. Én követem a sportot, gondolom megerősíted, én tényleg nagyon szeretem a vízilabdát, nagyon sokat néztem annak idején is. Számomra voltak olyan nevek, amit jó Isten bocsássa meg, nem, alig hallottam, hogy kikerült be a csapatba. A fizikai felkészültséget ma már az orvostudományon megtámogatva, azt hiszem nem nehéz. Te várjál, várjál, jó lesz ez a beszélgetés, már értem, érzem. Mi az, hogy akkor, amikor ti játszottatok, ugye, akkor fizikálisan gyengébbek voltatok, kevesebbet bírtatok, mint a mostaniak? Én azt nem nagyon gondolnám. Nem. Hát hegyek játszottak akkor is, és... Nem, hát egész másfajta lett. Inkább azt mondanám, hogy másféleképpen játsszák a vízilabdát most már, mint a Mikulumban. Tehát én ugye amikor Jugoszláviában játszottam, akkor 4x10 percet játszottam. Akkor, amikor Magyarországon csak 4x8 perc volt a játékidő. Tehát más volt a felkészültség, ezáltal amikor visszakerültem ide Magyarországra a válogatottba, akkor jobb kondival kerültem ide, vagy más mentalitással. Úsztam, mint a Torpedó a többiekhez képest. Hát azért a Torpedótól egy kicsit messze voltam mindig, de mondjuk elértem a célig. Így van, persze. Szerencsére van két kötél, tehát nem kellett faltól falig úszni, úgyhogy azért könnyebb volt. De most már én azt látom, hogy ugye tulajdonképpen van egy Gyarmati Dezső bácsi, tanítottam, hogy vegyünk egy karácsonyfát, legyen egy talpa, ő a kapus, legyen egy erős törzse, az a védőjátékosom, és legyen egy centerem, megvan a karácsonyfának a tetejem, rá lehet akasztani a díszt, és lenne föl kell díszítenem különböző játékosokkal, ami azt jelenti, hogy meg kell találnom a jobb szélre, meg a bal szélre azt a két embert, aki még kiegészíti ezt a kettőt. Ez volt az én időmben. Ma ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a két szélsőnek a szerepe megvan, ha van egy jó centered, ha van két centered, akkor az kiváló, de tulajdonképpen a másik 10 játékosnak, vagy 9 játékosnak kell tudnia játszani minden poszton, és most már nem elég, hogy tud játszani, hanem nagyon magas szinten kell tudni játszani, mert az ellenfélnél is ezek a játékosok megtanulták azt, hogy bemegyek egy faltra, bemegyek egy támadásnál, mert úgy hozza a játék, a védekező játék, hogy én kerülök abba a pozícióba, mert én vagyok a legmesszebb a saját kapunktól, tehát az ellenfélhez legközelebb, hogy bemegyek centerbe, megállok, vagy addig megtartom a labdát, amíg fölér az igazi centerem. Tehát most már sokkal komplexebb játékosokat ez a jó szó, kell képezni gyerekkortól. Figyelj, minden fejlődik. Hát a gyerekek is talán ezt tanulják, vagy ezt tanítják meg nekik, mivel nagyon jó az utánpótlás nevelés Magyarországon. Hát, nem lesz gond, hogy ezt felnőtt korra elsajátítsák. Csak hát helyet kell szorítani, nekik meg követelni saját maguknak a csapatban. Még mindig nem válaszoltál, hogy 6-ba fog jutni. 6 az elég? Az... Nem. 6-ot azért mondom, mert az egy olyan kéz, számomra legalábbis úgy kézzelfogható, ha meg benn vagyunk a négy között, ami azért egy másik az formális már... elvárás ettől a csapattól, mert azért jó játékosok. Csak Magyarország benne. Vízilabda nagyhatalom. Hát azért... A négy között meg az a klasszikus mondás, hogy kétszer egy óra eldönti, hogy mi történik. Ugye egyszer egy óra, amikor bejuthatsz a döntőbe, igen. És a másik egy óra, egy nap múlva, amikor a döntőben vagy a harmadik helyért játszol. Azt mondjuk, igen. Hogy két boldog csapat van a négy között, az első meg a harmadik. Meg a harmadik. Mert ugye győztes meccsen hagyják abba a világversenyt, és ez marad meg a játékosokban, mint motiváció igen. A jövőben, jövőbeni tornákra. És azért ugye lassan itt van az olimpia, tehát nem árt, hogyha egy pozitív érzelemmel készülünk. Mosolyogva ugrunk be a medencébe, és hát tudjuk, hogy lesz az olimpia, és hát én pontosan tudom a saját bőrömről is, hogy hát a csapattól, ettől a vízilabda csapattól, a magyar vízilabda csapattól, szóval ne magyarázzuk meg, hogy mi lettünk harmadikok. Azt magyarázzuk meg, amit nem kell, mi nyertünk. Hát így van, aztán kész, nincs mese. Az eredmény magáért beszélt, tartjuk ezt, akkor hogyha elsők vagyunk. Így van. Ugorjunk egy picit, mosolyogva beszéltünk, de szerintem ezután is mosolyogva fogunk beszélni, csak annyit mondok, hogy Benedek Tibor természetesen nem egy vicces megjegyzés lesz.
Tibor 51 éves lett volna a napokban. Ugye a vízilabda nélküle az elmúlt évtizedekben abban a bizonyos három olimpiát nyert csapatban. Tehát nem létezett nélküle ez a csapat. Vezér egyénisége volt. Talán nem is ő volt a legtehetségesebb, talán nem is ő volt a zseni, a sztár, de mégis azt mondták, hogy a Benedek Tibor volt az első. Hiányzik? Mindenféleképpen hiányzik. Tehát én személy szerint sajnos nagyon keveset játszottam vele ellene, mert ugye 8 év van közöttünk, igen, vagy 9. Válogatottban játszottunk együtt világbajnokságon és a 92-es olimpián. Hát a Tiborról csak szuperrelativuszokban lehet beszélni, tehát meg ez az elismerés. Ez valóban így van? Most belekérdezek ebbe, hogy valóban így van, hogy Tiborról csak így lehet beszélni? Szerintem kizárólag. Uh-huh. Tehát én nem tudok elképzelni embert, vagy nem ismerek embert, aki nem pozitívan uh-huh. gondolna rá. És tulajdonképpen a mai magyar vízilabdának az alapját a utánpótlás nevelésben az Újpesten keresztül a Tibor rakta le, amit én látok. Tehát mindenféleképpen ugye akkor, amikor ők megnyerték ezt a három pliát, akkor példaképpé váltak. És a Tibor akkor, amikor edzősködni kezdett, akkor ugye értelemszerűen ő lett a mindenkinek a példaképe. Játékáról ne beszéljünk, mert az olyan, minthogyha Puskás öcsiről vagy Albert Flórián játékáról, labdarúgó játékáról beszélnénk. Inkább mint ember, csak néhány szó, hát azért csak ismertétek, hát csak válogatottban együtt játszottatok. Milyen ember volt a Tibor? Mert kívülről nézve, tehát akik nem voltak az uszodában, akik nem találkoztak vele napi szinten, heti szinten, azt lehetett látni, hogy a Tibor egy kőszikla, egy megközelíthetetlen pali. Hát, ugye, mint mondtam, én ugye 91-ben voltunk együtt, tehát ugye akkor, hogyha most lenne 50, akkor talán 18-19 igen. éves volt. Amit lehet, akkor már lehetett tudni az, hogy borzasztóan céltudatosan készül erre a pályafutásra, erre a vízilabdára. Ugye az Újpestben megkapott minden segítséget, ott a Vince Balázs volt az egyik főmentora, aki ugye átvette az örökségét a Újpest vezetőedzőségében, meg az utánpótlás szervezésében. Ott ezt láttuk. Amikor hazajött Olaszországból, nekem szerencsém volt vele találkozni 2003-ban Barcelonában is, mikor még ugye játszott, meg ugye egy párszor azért összefutottunk még az uszodában. Mindig ilyen céltudatosabbnak tűnt, de ő nálam akkor lett igazán nagy játékos, mikor végre a Dénes megértette vele, hogy ő nem neki kell megnyerni egy meccset. Tehát sajnos az Újpestben a Balázsék, meg az egész Újpest, mindenki az ő hátán akart lovagolni, hogy hát te jól játszol, akkor nyerünk. Akkor behúzzuk a csapat. Holott ez 13 ember játsz ezt a játékot, és sajnos mivel emberek vagyunk, ezért földi halandóak vagyunk, ezért mindenki hibázhat, mindenkinek lehet rossz napja. És a Tibor nagyon nehezen viselte, nem a kudarcot, a sikertelenséget, vagy amikor úgy érezte, hogy az önmagának emelt szintet nem tudta elérni, akkor ő mindig ilyen csalódott volt, meg mindig egy kicsit úgy nehezte el saját magára. Ezt a súlyt vette le a válláról a kemény Dénes? Hát én gondolom, hogy a Dénes elsősorban meg a csapat. Meg a csapat. Tehát tulajdonképpen egy nagyon jó kohézió alakult ki, hogy volt egy nagyon jó edző, aki összerakta a csapatot. A Tibor felszabadult, mert tulajdonképpen nek onnantól kezdve volt a feladat, hogy jól játszon, és ő tudott jól játszani. És a fiatalkori betegség az, vagy egy fiatalkori tévhit az, amikor azt hiszük, hogy akkor játszunk jól, hogyha minden meccsen lövünk 5 gólt, mert nem tudom, csak ugye minden meccset úgy kell nézni, hogy lőttem 5 gólt, de lőttek rólam 3-at, akkor az csak 2. Ha nem tudok segíteni a játékostársamnak a védekezésben a mai világban, és miatta megint kapunk ezen kívül még 2 gólt, de nem rólam lőttem, azt mondom, hogy nem én voltam, akiről lőttem, akkor az lehet, hogy már csak 0-0. Tehát egy meccset sajnos nagyon komplexen kell lézni, és a Tibor, mikor megváltoztatta a szemléletet, hogy a csapat tért játszott, és a csapat is elfogadta azt, hogy nem ő neki kell, és átvették a feladatot tőle a Kása, a Kis Gergő, Molnár Tamás, meg az a példás csapat, akkor sokkal könnyebbé vált az ő élete is ezáltal, hogy csak jól kellett játszani, és nem meg kellett nyerni egy meccset, ami szerintem egész más.
Hát forja, nem nekrológot akarok most, és ezért át is kötöm a beszélgetést. Nem is én vagyok, aki erre. Nem is, de nem, Tiborral bármikor kell és kötelező lehet beszélni, hiszen Benedek Tiborból egy volt, sajnos csak volt. De ha már erről, de akkor átkötném úgy, hogy beszélgettél a fiaddal, mondjuk a régi csapatról, a régiekről? Mert azt tudjuk, hogy a kis Dóci lassan nagy Dóci lesz. Egerben, jól tudom, ugye Egerben az első osztályú csapatban játszik. Hát még csak bontogatja szárnyait, de egyre több lehetőséget kap. Benne van a keretben, azt úgy jól mondtam? Hát most már benne van két ugye, éve. Ugye, azért igen, mondom, miért begyáz, mert én figyelek. De azért sajnos, igen, köszönöm, hogy figyeled. De azért még csak én ott tartok, hogy bontogatja a szárnyait. Mm. Tehát még nem ért el azt a szintet, ahol én szerintem a tehetség alapján tartania kéne. Viszont van egy nagyon pozitív szemléletű klub, aki a fiatalokra számít, fiatalokra épít. Ott van szerintem az ő edzője, az egyik legjobb utánpótlás edző, a Tóth Kálmán, aki 15 évig volt utánpótlás válogatott edző, és dolgozott a Gerendás Gyuri mellett meg. Még a Dabroszky Dormi mellett is, tehát elég nagyon sokat tud a vízilabdáról, és az én számomra volt azt a szimpatikusan, hogy nem csak vízilabdásokat épít, hanem embereket is épít. Tehát borzasztó nagy a szemléletbeli különbség szerintem, mint mások klubnál. Hát Marci övi a lehetőség, tehát én megtettem, amit lehetett, leérettségiztünk, rendeztük az életét. Leérettségiztünk? Súgtál? Ezért volt a dob, mint annak hát idején az életlenekben? Én nem, de az Egyesület hathatós támogatásával, meg segítségével, meg az osztályfőnökének külön köszönjük a segítséget, mint magántanuló. És most kell bizonyítania innentől kezdve a vízilabdában, mert most már nincsen melléduma, hogy iskola, vagy edzés, vagy nem tudom, most már csak edzés van. A tehetsége alapján ott lesz, szerintem a következő olimpián, vagy még akár előbb is, tehát hogy következő 2-3 évben van rá lehetősége. Ő rajta múlik, hogy... Ő akarja? Ez nagyon fontos kérdés. Többször beszélgettünk, és ugye változik ő is, mint hogy akkor is változik. Egyszer-kétszer mondta nekem, hogy hát én szeretnék válogatott lenni, vagy szeretnék jó játékos lenni. És erre megkérdeztem tőle egy marha egyszerű kérdés, hogy tudja, hogy mi a különbség a szeretnék és az akarok között. És akkor még nem értette minden esetben ezt a kérdést, hogy mi a különbség. Hát, bármit értette a kérdést, csak ugye a válasznak a... Vagy a kérdést miért teszem föl, inkább azt nem értette. Én most úgy érzem, hogy most már az akarnál tartunk. Tehát sajnos az elmúlt egy-két évben kapott olyan pofont az utánpótlás válogatottak végső keretének a kijelölésénél, ami... Nem minden esetben a vízilabda tudásról szólt, hanem esetleg a pedigréjéről, aminek én vagyok a keresztje, vagy esetleg a másik gyereknek jobb pedigréje volt, de Isten igazából a lehetőség benne van, és hogyha meg fog tenni mindent, akkor szerintem rövid időn belül oda kell kerülnie. És le fogja körözni az apját? Remélhetően. Én leszek a legboldogabb, ha leköröz. Tehát ez a szülőknek ez a dolga, hogy... abba támogassák a gyerekeiket, hogy lehetőleg többre vigyék, mint ők. Én abban 5 perc volt voltam, tehát tehetséget átadtam. Így van. A többi az most már tényleg rajta múlik. Hát Dózi István Pista, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, ide Újpestre a televízióba. Jó volt beszélgetni, és én azt gondolom, hogy fogunk mi még beszélni Marciról, mert ahogy látom a szemed, te azért azért keményen fogod, próbálod terelgetni, hiába mondtad azt, hogy most már rajta múlik, és tessék, azért te ott leszel a háta mögött, és nem baj, hogyha egy ilyen hegy, ott van egy gyerek háta mögött. Hát én szerintem egy apai kötelesség is egyrészt, másrészt meg tényleg ez csak rajta múlik az, hogy hát az ő esetében nem arról kell beszélnünk, hogy hát ha majd egyszer megjön az iklet, akkor valami lesz, neki az iklet az akarásnál lesz, és hogyha ezt ő eldöntötte, akkor vihető bármire, én szerintem, és reméljük, hogy a előítéletek, amik vele szemben vannak itt sajnos, azok majd sútba kerülnek, és előbb-utóbb elkezdik értékelni a ő emberi és játékosbeli lehetőségeit és tudását.
beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem érdekes beszélgetést hallottak. Kérem, vigyázzanak magukra, kánikulába, nehogy megbetegedjenek, nehogy valami baj történjen, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!